céges érdeklődők, szaktanácsadók és mezőgazdasági vállalkozók is részt vettek a keddi szaktanácsadói információs napon Bakta Lórend házán. A rendezvény célja volt, hogy a legfrissebb információkat, az agrártámogatási politika irányát és az éppen aktuális elszámolási, bejelentési, valamint pályázati lehetőségeket is megismertesse a résztvevőkkel, akiknek egyúttal csoportos szaktanácsadásra is szolgálnak, az átalakult mezőgazdasági szaktanácsadási rendszernek köszönhetően. A mezőgazdasági szaktanácsadás gyakorlatilag ez egy vidékfejlesztési projekt keretein belül alakul ki. A régi rendszerben ugye másféle formában tudtak a gazdák ehhez a támogatáshoz hozzájutni. Az újfajta rendszerben gyakorlatilag egy cégen keresztül tudják lehívni ezt a támogatást, egyéni, illetve csoportos szaktanácsadás keretében. Az egyéni annyiban más, hogy egy 10%-os hozzájárulást fizet a gazdálkodó. A mezőgazdasági szaktanácsadás a gazdálkodáshoz szükséges minden ismeretet átad a gazdáknak, valamint saját felhasználású tananyagokkal is segítik a vállalkozókat, mondta el televíziónknak Varga Erzsébet, tananyagfejlesztő. Jelen pillanatban a zöldítésről, az agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramról és az öntözésről készítünk egy tananyagot, amit elsősorban a szaktanácsadó csoportunk ügyfelei számára készítünk, de természetesen az egyéb ügyfelek számára is lehetővé teszünk, mert minél többen és jobban tájékozottak, annál több gazdálkodó tudja jobban végezni a tevékenységét, és ezáltal is hozzájárulunk egy versenyképes mezőgazdasághoz, meg egy élhető vidékhez tulajdonképpen. Az agrárium számos kihívással áll szembe, ezekre az innovatív beruházások is megoldást nyújthatnak. Ilyen fejlesztés lesz többek között egy tavaszi fagyvédelmi füstölő projekt, valamint egy energetikai beruházás, amelynek keretében növényi hulladékból készítenek majd biobrikettet. Ezek mellett az öregedő gazdatársadalom, valamint a generációváltás problémája is jelentős az ágazatban. A generációváltás nem csak a mezőgazdasági termelők oldalán jelent nagy problémát. A fiatalok valahogy nem akarják igazán azt csinálni, mint az elődeik, mert látják, hogy mennyi munkával, törődéssel jár. Mi búzdítjuk a fiatalokat, valószínűleg az idén lesz is pályázat nekik, hogy minél többen vállalják ezt a szép nemes hivatást, hiszen a földnek a szeretete, a megmunkálása, ez egy pozitív töltet. A következőben látom én a jövőt, akár a megye szempontjából. Nagyon fontos a gyógynövények a termelése. Elindítottunk bizonyos szervekkel egy olyan programot, ahol a dohánytermesztőket, akik már elég kevés támogatást fognak kapni az idejében, gyógynövényre tudjuk átállítani. Egy másik nagy téma ugye a gombatermesztés. Töménytelen mennyiségű csiperke, laskogombát vásárolnának fel nyugat-európai felvásárlók. A harmadik rész, amit nem használunk ki ebben a megyében, pedig lehetne a geotermikus energiával fűtött zöldségházaknak a témája, a növényházaknak a témája, hiszen itt egy egész évben tudunk munkát adni az alacsonyan képzett embereknek is, és szépen akár a közfoglalkoztatásban levőket vissza tudjuk vezetni a munka világába. Szuhocki Gábor hozzátette, 22 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezik a megyébe az ügyfeleik beruházásaira, melyekből többek között feldolgozó üzemeket fejlesztenek, amelyekben zöldség, gyümölcs és gombacsipsz előállítással is foglalkoznak majd. Ezek pedig legalább 500 új munkahelyet jelentenek a térségben élők számára.